Családbarát fejlesztések puszta doboson, több mint 270 millió forintból újultak meg és épültek gyermekintézmények a településen. Flotta, 17 új kocsival frissült a megyei rendőrfőkapitányság gépjármű parkja. Zöld Nyíregyháza, újabb 20 fát ültettek a városban, most a 4-es huszárok útja kapott oszlopos juharokat. Több mint 270 millió forintból újultak meg és épültek gyermekintézmények puszta doboson. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A legnagyobb beruházás egy új háromcsoportos óvoda építése volt, ezzel együtt az általános iskola energetikai korszerűsítése is megtörtént, valamint egy mini bölcsődét is kapott a település, amely a családbarát munkába járás segíti elő. Mini asztalok és berendezett játszó főzősarok az oviban, közel 150 millió forintból épült ez a három csoport befogadására és teljes ellátására képes intézmény. A szombati pusztadobosi gyereknapon ünnepélyes keretek között jelképesen adták át a megújult közintézményeket, melyek közül ilyen formán az óvoda szalagátvágását ünnepelhették együtt a helyiek. Három olyan intézményt adtunk át jelképesen a mai napon, amely az elmúlt évben épült és lett kész. Gyakorlatilag mind a három gyermekintézmény. A legnagyobb épület, és újonnan épült a jelen, ami épületben vagyunk most, az új óvoda, háromcsoportos óvoda, egy 150 milliós topos keretből valósult meg. Aztán az általános iskola 112 milliós, szintén topos energetikai felújításon esett át, és egy kisebb beruházással egy mini bölcsődét valósítottunk meg. Ennek a három gyermekintézménynek történt most a átadása. Az ünnepélyes szalagátvágás alkalmával a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány céljaival együttműködve pusztadoboson is a család áll a fejlesztések középpontjában. Pusztadobos letette a névjegyét egyszer a biztos kezdett gyerekházaknak a szakmai nivójával, hiszen országos híre tettek szer, és amikor polgármester úr ezen a bizonyos Szabolcs 05-ös társuláson belül jelezte a fejlesztési forrás igényeiket, akkor a magyar kormány elképzelésével eszett egybe, hiszen a családok támogatásával a bölcsődék óvodák fejlesztésével valósul meg. A bölcsődét az BMS pályázatból, az óvodát, ami most vagyunk, az topos pályázatból, és egy energetikai pályázatban még hátra, ahol a önkormányzat épületét is felújítjuk. Azt gondolom, hogy a család áll a centrumban most a kormánynak, és pusztadobos méltó ezekre a pályázatokra, és kisugározza mindazt, amit egy család jelent ma Magyarországon. A következő időszakban a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését kezdik majd meg, melyre szintén egy topos pályázatból nyert forrást a település, de útépítés, valamint egyházi felújítás is folyamatban van pusztadoboson. 17 új autóval bővült a megyei rendőrfőkapitányság gépjármű parkja. A felmatricázott kocsik mellett civil járműveket is kaptak az egyenruhások. A több mint 300 autót számláló megyei flotta átlagi életkora másfél éve csökkent jelentősen, de most is csupán 3 év környékén mozog. Egymás mellett szépen leparkolva a rendőrautók. Ez önmagában még nem szokatlan látvány a megyei főkapitányság főbejárata előtt. Hétfő délelőtt azonban vadonatúj járművek sorakoztak fel, és vártak arra, hogy új tulajdonosaik használatba vegyék őket. A megye minden rendőrkapitányságára jut legalább egy, emellett a nyírbátori határrendészeti kirendeltség is kap a 17 autóból. A megyei rendőrfőkapitány az átadáson a fejlesztés jelentőségét hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy milyen technika áll rendelkezésre, mennyire korszerű, modern, milyen gyorsan tudunk segíteni az állampolgároknak, milyen gyorsan tudunk oda eljutni, ahol esetleg bűncselekmény történik. De a legfontosabb része az üzenete a munkatársak felé, az, hogy egy megfelelő komfortfokozattal rendelkező szolgálati gép áll rendelkezésre, amelyik a szolgálati feladatok maradéktalan ellátásához is biztosítva van. Ezek a csíkos gépermek megfelelő és korszerű LED technikával vannak felszerelve, alkalmasak arra, hogy a közlekedésben részvőknek utasítást adjanak, hogy hatékonyan lássák el a szolgálatot. Az egyik legnagyobb üzletem, azt gondolom ez. Diszpánál az indító kulcs az egyenruhás felettesétől veszi át, hogy utána volánhoz üljön. A felmatricázottak mellett civil járművekkel is bővült a flotta, amelyeket a bűnügyi szolgálat és a közlekedés rendészet is tud használni. Speciális képzés most nem igényelt a fejlesztés, de a megye rendőreit folyamatosan készítik fel a biztonságos közlekedésre.
Minden évben több alkalommal végzünk gyakorlatilag olyan vezetéstechnikai képzéseket, illetve tartunk vezetéstechnikai képzéseket, ahol felkészülhetnek a kollégák a váratlan helyzetekre, nyári, téli útviszonyok között, és igazából, hogy biztonságosan tudjanak ők is közlekedni akkor, amikor megkülönböztető jelzést kell használni, amikor hamarodok elérni a helyszínre, vagy esetlegesen egy bűncselekményben sántikáló személyt kell követnünk. Nagyobb fejlesztés legutóbb 2017. decemberében történt, akkor 80 autó érkezett Szabolcsba. A megye rendőreit egyébként több mint 300 gépjármű szolgálja. A flotta átlag életkora most 3 év környékén van, az előregedett kocsikat fokozatosan cserélik le. Mint a hétfői átadáson elhangzott, a cél, hogy 5 évnél idősebb kocsik ne legyenek a járműparkban. A rendelkezés álló adatok szerint eddig tisztázatlanokból 2 személygépkocsi ütközött össze a 49-18-as számú úton Nyírcsaholy és Fábián háza között vasárnap délután. A balesetben 1 ember a helyszínen életét vesztette, 4 pedig megsérültek. Őket kórházba szállították. 20 darab oszlopos juharfát ültettek el a 4-es huszárok útján Nyíregyházán. A város nagyszabású fásítási programját a Tesco is támogatta. Az áruház társadalmi szerepvállalása az elmúlt években komoly hangsúlyt kapott. 2014 óta közel 1 millió adag ételt osztottak ki helyben a rászorulók részére. A város polgármestere és alpolgármestere, valamint a Tesco vezetői ültették el a fasor utolsó juharfáit a 4-es huszárok útja mentén. A megyeszék helyen tavaly ősszel indult a Zöld Nyíregyháza program. A tervek között szerepel, hogy ezentúl utcánként 1 fafajtát ültetnek. Annak érdekében, hogy igazán lombos legyen a város, több éven át folytatják a faültetéseket. Ide gondolom a buszokat, most épp nem jön erre egy sem, de ugye az is környezetszennyezésben nagyon sokat javít város levegőjén. Az intézményi felújításokat, ahol kevesebb energiát, kevesebb környezet levegőszennyezést érünk el, és hát a Zöldváros projekt szűkebb értelemben jelentett a Benc úr Besenyei Pazonyi teret, amelyeket már szépen felújítottuk, és most elkészül a Bújtosi Városliget, pénteken avatjuk fel. És ehhez csatlakozott tavaly ősszel ez a faültetési program, polgármesteri programként, aminek az a lényege, hogy láthatja mindenki, tehát előnevelt fákat, 5-6 éves fákat ültetünk el. Az oszlopos juharfák minimális gondozást igényelnek, és gyökérzetük sem okoz majd károkat a közművekben vagy a pályaszerkezetekben. Ugyanakkor lombkoronájuk a lehető legnagyobb mértékben használja ki a rendelkezésre álló teret. A hétfői faültetéshez a Tesco is csatlakozott. Az áruház idén ünnepli nyíregyházi nyitásának 20 éves évfordulóját. Ezzel az együttműködéssel szerették volna emlékezetessé tenni a jubileumot. Egy olyan szerencsés helyzet állt elő itt a Tesco életében, hogy mind az áruház vezetője, mind pedig én régó vezetőként nyíregyháziak vagyunk, és egészen másképp állunk a városhoz, és más érzelmek kötnek a városhoz minket, mint bármikor bármelyik előző Tesco-s vezetőket, és értesültünk a polgármester úr kezdeményezésére a tavaly évben, és azt gondoltuk, hogy egy remek alkalom, hogy a születésnapunkat együtt ünnepeljük a várossal, és ennek az ünneplésnek ez csak az első pontja. A héten rengeteg más olyan programunk lesz, kezdeményezésünk, ami összefügg a születésnapunkkal, és civil szervezeteknek fogunk segíteni. Az áruház 2014 óta dolgozik együtt az élelmiszerbankkal, így minden olyan élelmiszert, amit nem tudnak eladni, de fogyasztásra alkalmas, azt átadják a helyi szervezetnek. Ilyen formán az elmúlt években közel 300 kg élelmiszer tudtak a rászorulóknak biztosítani. Ez a mennyiség körülbelül 1 millió adag ételnek felel meg. A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén már 6. éve segítik a vásárlói vélemények alapján 3 civil szervezet működését. 40 diák érkezett felkészítő tanáraikkal Nyíregyházára hétfőn az ország különböző pontjairól, hogy összemérjék tudásukat. A 6. Bicaj-Ricsaj közlekedési csapatverseny döntőjén elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a diákoknak. A 2 napos vetélkedő nem csak aszfalton, vízen is tartogatott kihívásokat. Az ország egész területéről érkeztek fiatalok a Sóstói strand területén megrendezett Bicaj-Ricsaj közlekedési csapatverseny országos döntőjére. A csapatoknak először egy projektfeladatot kellett megoldaniuk, majd egy kreszttesztet töltöttek ki közösen a saját iskolájukban. Ezek alapján 10 4-fős csapat nyert jogot, hogy részt vegyen a 6. nyíregyházi döntőn.
A közlekedés az nem csak az úton történik, az a vízen is történik, a levegőt azt kihagyjuk egyenlőre, de nem mondunk le arról, hogy a jövőben akár a légi közlekedéssel kapcsolatos feladatokat is bevigyük a repertoárba, tehát szabályossági versenyt, ügyességi versenyt, vízi közlekedéssel kapcsolatos versenyt, ez vízi biciklin keresztül történik, természetesen mentő mellénnyel és csapatkísérővel valamennyi gyerek, illetve az elméleti felkészülést is fel fogjuk ismételten mérni. Erre ezért utaltam arra, hogy nem volt semmi értelme, nem volt annak, hogy az csak külső segítséggel, hanem igen, szükség volt az előzetes felmérésnek és a saját tudásra is. A vízibiciklis feladatokat azért építették be a versenybe, mert közeleg a tanév vége és a nyári szünet. Ilyenkor pedig fontos felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy a nyílt vizek milyen veszélyeket rejthetnek. Minden évben érkeznek új tanulók a versenyre, de egyre több a visszatérő csapat is. Tavaly nagyon tetszett ez a verseny, már több éve szoktunk jönni. Otthon az iskolában nagyon sokat szoktunk készülni, elsősegét, biciklizni szoktunk egy ilyen kresszpályán, amit mi magunk állítunk föl, sok kressztesztet töltünk ki. Kiskunfiletyházzal jöttünk a Batthyány Lajos általános iskolából, és az előző évben én, meg még egy másik csapattársam volt a versenyen, és negyedik helyzetet értünk el. Hát őszintén szerintem elég jól felkészültünk a versenyre, és egy eléggé talán meg lesz a dobogós helyzet, úgy gondolom. A kétnapos megmérettetés célja a gyerekek közlekedés biztonságának fokozása és közlekedési ismeretük bővítése. A verseny gyakorlati és elméleti kressz és elsősegély feladatokkal, valamint kerékpárszerelési feladatokkal folytatódnak kedden. Közel két év aktív munka után megjelent a Magyarok Kijevben című könyv. A kijevi nagykövetség kezdeményezte a kötet szerkesztését, ami rögtön két nyelven, magyarul és ukránul is megjelent. A két szomszédos ország fontosnak tartja a közös múltat, a könyv pedig színes illusztrációkkal mutatja be ezt a kapcsolatot az olvasóknak. Az elmúlt évtizedekben számos cikk és tanulmány jelent meg a magyar-ukrán kapcsolatról, most azonban mérföldkőhöz ért ez a kutatás. Két év aktív munka után számos kutató és fordító közreműködésével megjelent a Magyarok Kijevben című kötet. A könyvben olvasható ismeretekre a szakemberek szerint mind a magyaroknak, mind az ukránoknak szüksége van, ezért rögtön két nyelven adták ki a könyvet. Kezdetektől napjainkig ez az időszak, ami szerepel a könyvben, változó súllyal természetesen. Azt kell mondanom, hogy a napi politika nem szerepel a könyvben. Egész pontosan egybekezdés van a napi politikáról, ami viszont hát fullánkmentes, mondjuk így. Tehát olyan megfogalmazással készült az az egybekezdés, hogy mind a két fél számára örömmel elfogadható. A hosszú történelmi kapcsolat során volt olyan időszak, amikor a két nép annyira szorosan élt együtt, hogy szinte minden családban volt magyar és ukrán származású ember is. A most megjelent könyv új lendületet adhat ennek a kapcsolatnak, hisz mindkét ország számára fontos a jó viszony. Mi szomszédunk vagyunk, és mindig kell törekedni arra, hogy mindig egyeztetés, mindig közös pontunk legyen, közelebb legyünk egymáshoz, és azért, hogy közelebb legyünk, tudni kell a történelmet, mit Ukrajnában eladják a gyerekeknek, és mit Magyarországnak, és ez a történelem kell, hogy közös legyen. Akkor tudni fogják, hogy közös pontunk van. És politikában nem lesz gond. A kapcsolat erősítése érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár több évtizede együtt működik a Kárpát-aljai állami levéltárral. Előbbinek a legfontosabb feladata, hogy a forrásokat feltárja és nyilvánosságra hozza, de másképpen is segíti a Kárpát-aljai levéltár működését. A Kárpát-aljai állami levéltárban az iratok nem olyan rendszerben vannak, mint a magyar levéltári rendszerben, hogy könnyen áttekinthetőek lennének. Ráadásul az átsorolás, az egyenként iratokra szedés azzal is járt, hogy orosz és ukrán nyelvű segítségeket, segédleteket készítettek melléjük. Most ezeket megérteni egy kicsit bonyolult ma már, mikor az ember nem is tanul oroszul, de mikor tanult sem, mert ezek nem klasszikus orosz nyelven íródtak, hanem közigazgatási nyelven, amit megértettek akkor az oroszul tudók a magyar iratokból. Tehát meglehetősen nehéz kutatni a Kárpát-aljai állami levéltárban, ezért úgy gondoltuk, hogy mi ezeket a jegyzékeket munkatársaink segítségével magyarra fordítjuk. Magyar Árpád István Magyarok Kijevben című könyvét az Arcok és könyvek a Történelem Tudomány Műhelyéből című rendezvény keretében mutatták be.
Ismét szondáztatják a sofőröket a megye útjain. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves akcióterve alapján a rendőrség 2019. június 3-a és június 9-e között Magyarország egész területén fokozott közúti ellenőrzést végez az ittas és bódult állapotú járművezetők kiszűrésére, olvasható a polisz.hu-n. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonsági helyzet javítása. Tavaly január és november között 576-an vesztették életüket a magyar utakon. A közúti balesetek és a halálos áldozatok száma is nőtt az azt megelőző évhez képest, derül ki az Országos Rendőrfőkapitányság adataiból. A TISZPOL ellenőrzések idei menetrendje alapján legközelebb, július 22-e és 28-a között a tehergépjárműveket és az autóbuszokat ellenőrzi majd a rendőrség. 12 éve minden nyáron megrendezik Nagy Ecseden az Ecsedi Láb Fesztivált. Idén a hagyományőrző programok mellett főzőversennyel, táncbemutatóval és koncertekkel is várták a kilátogatókat, akik többek között a Piramis Együttes és az AK-26 fellépését is láthatták, de emellett volt táncbemutató és masolett felvonulás is. Hála jó Istennek, nagyon sok mindenre lehetünk büszkék, mind a néptánc hagyományunkra, legyen az a magyar néptánc vagy a roma néptánc, mind a lovasklubunkra, betyárjainkra, a helyi gyerekeinkre, iskoláinkra, és hát most nagyon-nagyon különös apropója, hogy büszkék lehetünk szintén Nagyecsedre, hiszen a kitüntető címek átadása körében díszpolgári címet adhattunk Fehér Tibornak, színművésznek, nagyecsedi elszármazottunknak, akit azt gondolom, hogy nem kell különösen bemutatni a kedves nézőknek. A Nagyecsed szerezte meg a bajnoki címet a labdarúgó megyei első osztályban, mivel a záró fordulóban 2-0-ra győzött Nyírgyulajban. A Nagyhalász pedig hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett az Ibránytól. Az első osztályból a Tiszavasvári, a Gyulaháza és a Csenger esett ki. Izgalmasan alakult a hajrá a megyei első osztályban, a szombati záróforduló előtt még 4 csapatnak volt esélye az elsőségre. Ráadásul az érintett 4 együttes Nagyhalász Ibrány és Nyírgyulaj Nagyecsed párosításban lépett pályára. A Nagyecsed 2-0-ás győzelmével megtette a magáét, az Ibrány pedig a szomszédvári rangadón 2-1-re legyőzte a Nagyhalászt, így a bajnoki cím Ádámszky Róbert csapatának birtokába került. A játékos edző elmondta, hogy az elvárások okozta nyomás ellenére is magabiztos játékkal szerezték meg a győzelmet. Szerencsére a héten sikerült rendbe rakni a srácoknak a fejét ugye a Csengeri kínos vereség után, tehát nem volt más lehetőségünk, a győzelembe kellett menekülnünk, szem előtt kellett tartani, ugye a másik mérkőzés figyelni kell. Én a kispadon informálva voltam, viszont a játékosokat ebből kihagytuk, hogy bármi is elvigye a figyelmüket, és úgy gondolom, hogy magabiztos játékkal sikerült győzünk, ugye és a bajnoki címet ünnepelni. A Nagyecsedi keret 17 játékos számlál, de gyakorlatilag 12-13 futballistával játszotta végig a bajnokságot a csapat. Mint egy család úgy működünk, ez értem ezzel a szurkolókkal együtt, tehát van egy törzsma, aki velünk jár, idegenben, hazai pályán mindig elkísérnek minket, ez egy nagyon nagy lökés azért, tehát jó közegben van, én úgy mondom, a társaság, meg a másik az, hogy nem voltak kiugró teljesítmények, tehát mindig volt, aki húzza úgymond egy meccsen a szekeret, következő meccsen másik, tehát nem egy ember épült a csapat, tehát én úgy gondolom, ez egy sikernek egy nagy javarész, ennek köszönhető. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Gyulaháza 4-1, Tarpa Kisvárda 2-1-1, Tiszavasvári Tiszakanyár 1-1, Baktalórendháza Mándok 4-3, Csenger Fehérgyarmat 3-4 és Vásáros Namény Balkány 3-2. A Nagyecsed mögött az Ibrány végzett a második helyen, a Nagyhalász pedig a harmadik helyet szerezte meg. A megyei első osztálytól a Tiszavasvári, a Gyulaház és a Csenger búcsúzott. A Nagyecsed a bajnoki cím ellenére marad az osztályban, mivel a csapat nem lép pályára az NB3-ba jutásért két osztályozón. A lányoknál az UTE, a fiúknál a Dunaújváros csapata szerezte meg az aranyérmet a röplabda országos serdülőbajnokság döntőjében Nyíregyházán. A hazaiak lánycsapata Erdősné Balog Erika vezetésével a 6. helyen végzett. 6 fiú, illetve 6 lánycsapat részvételével rendezték meg a Continental Arénában a serdülőbajnokság döntőjét. A házigazda a lányoknál volt érdekelt, a torna előtt Erdősné Balog Erika arról beszélt, hogy éremért szeretnének játszani. A nyíregyháziak a csoportmeccsek során a BVSC Zugló csapatától 3-2-re, a Békés Csabától 3-0-ra kaptak ki. A negyeddöntőben a későbbi győztes UTE 3-2-re bizonyult jobbnak a hazaiaknál, akik a helyosztón 3-0-ás vereséget szenvedtek az MTK-tól, így a 6. helyen végeztek. Az edzőnő szerint a rutin hiányzott ahhoz, hogy jobb eredményt érjenek el a tornán. Az Újpest javarésze, tehát a 90-89% a 17 éves korosztályjal,
a mi kezdünkben 2-15 éves volt, még gyermekkorcsoportú, a liberónk, az egyik liberónk szintén gyermekkorcsoportú, tehát én úgy gondolom, hogy itt a rutin győzött az UTE oldalára, és az egy nagyon szép teljesítmény volt, hogy fel tudtuk velük venni a versenyt, illetve 2-1-re még vezettünk is, csak pont amit mondtam, hogy fiatal csapat van, kevés mérkőzés mögötte ebbe az évbe, és így nem sikerült ezt a 2-1-es előnyt 3-1-es vagy akár 3-2-es győzelemmé változtatni. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben több korosztályban 150 lejröplabdázik. A szakágvezető szerint egy év múlva nagyobb eséllyel léphetnek majd pályára döntőben. Jövőre lennénk egy úgymond rutinos korosztály, de aztán kérdéses lesz, hogy innen a tehetségesek mennyi tehetségest kell följebb adnunk az U19-en, illetve az U21-ben. Tehát ez majd a következő szezonnak a kérdése, illetve az dönti el. De én úgy gondolom, hogy akik most jönnek az OGB a gyerekkorcsoportból, illetve akik itt maradnak a mag, akkor mindenféleképpen egy erősebb döntőt fogunk tudni majd játszani, és akkor reméljük, hogy jövőre sikerül az érem. A lányoknál az UTE mögött a Vasas végzett a második helyen, a bronzérmet pedig a Békés Csaba szerezte meg. A fiúknál a Dunai Város mellé a Szolnoki Sportcentrum és a pénzügyőr állhatott fel a dobogóra. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Több mint 270 millió forintból újultak meg és épültek gyermekintézmények Pusztadoboson. A legnagyobb beruházás egy új háromcsoportos óvoda építése volt, ezzel együtt az általános iskola energetikai korszerűsítése is megtörtént, valamint egy mini bölcsődét is kapott a település, amely a családbarát munkába járás segíti elő. A jövőben a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését kezdik majd meg, szintén topos forrásból. 17 új autóval bővült a megyei rendőrfőkapitányság gépjármű parkja, ezeket hétfőn adták át Nyíregyházán. A felmatricázott kocsik mellett civil járműveket is kaptak a megye számos pontján szolgáló egyenruhások. A több mint 300 autót számláló flotta átlag életkora 2017. decemberében csökkent jelentősen, de most is viszonylag fiatalnak számít, csupán 3 év környékén mozog. Hétfőn folytatódott a faültetési program a Szabolcsi megye székhelyen, 20 darab oszlopos juharfát ültettek el a 4-es huszárok útján Nyíregyházán. A város nagyszabású fásítási programját a Tesco is támogatta. Az áruház társadalmi szerepvállalása az elmúlt években komoly hangsúlyt kapott, 2014 óta közel 1 millió adag ételt osztottak ki helyben a rászorulók részére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 3-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!